A levéltár igazgatója úgy fogalmazott, örömnap a mai. Különleges, újszerű és kísérleti projektet zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban. A Petőfi 200 az élő költő házi ünnepségén számba vették az elmúlt majd 7 hónap történéseit. A levéltár több éve kapcsolódik a különböző rendezvényekhez és évfordulókhoz, így a Petőfi év kapcsán is szerettünk volna valami új információt adni, hogy ne üresedjen ki az ünnep. Most forrásokkal nem nagyon szolgálhatunk, hiszen Petőfi nem járt olyan gyakran erre, vagy nem hagyott írott forrásokat, ezért a hangsúlyt a versekre helyeztük. Minden nap megjelentettünk egy verset január 1-je óta, és azt látjuk, hogy az emberek szeretik és szeretik szavalni. Aki beküldte a szavalatait, azt is közzétettük. És a végkimenetele az lesz, hogy ezt a projektet, amiben kvízek voltak, előadások voltak, egy verslánccal zárjuk. Aki ma itt van, az hozott egy Petőfi verset, és el fogja mondani. Az ünnepség egy verslánccal zárult, ezúttal nem online módon. Nyugalmazott és gyakorló pedagógusok, verskedvelők hozták el magukkal a legkedvesebb Petőfi versüket. A láncot Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas, érdemes művész kezdte. Csodálatos tanáraim voltak annak idején az iskoláimban, és hát a Fis Bementerben, meg az anyám tyúkján nőttem fel szó szerint, és hát úgy gondolom, hogy nem, remélem, hogy nem csak az én nemzedékem, hanem az utánam jövők is valahogy tényleg a levegővel, meg az anyatejjel szívjuk a vérünkbe, hogy Petőfi egy bocsánat, az ötödik lábunk. Tehát akár az anyanyelvünk, hiszen annyi szófordulata, mondatfordulata, gondolatfordulata éget belénk, hogy nélkül el se tudom képzelni azt, hogy magyarul beszéljek, vagy tolmácsoljam azokat a gondolatokat, ami az övé is, de most már az enyém is. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az 5 világrész nagy területen. Az eseményen jelen volt és szavalt is Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét tolmácsolta a közönség nagy örömére. A Petőfi 200 emlékében vagyunk most, a költőt ünnepeljük, és úgy gondolom, hogy Petőfi Sándornak az öröksége az annyira egyedülálló, és annyira minden ember szívéhez közel álló, hogy a mai nap is egy lehetőséget teremt arra, hogy itt a projektzáró keretein belül mindenki egy kicsit megmutassa a benne rejlő Petőfit. És talán ez az eredetisége ennek a programnak, hiszen Petőfi versei velünk élnek, de azért ritkán szavaljuk el őket. És amikor elszavalhatjuk, akkor egy picit mindig bennünk van Petőfi, és akkor és mi is adunk magunkba egy kicsit a Petőfi költeményekhez. És talán ez az, ami különlegessé teszi ezt a mai napot is. Az online versmondás ugyan lezárult, azonban a Selfies Petőfivel kezdeményezésüket továbbra is szeretnék népszerűsíteni. A költemények által megszületik nem csak a vers, hanem a gondolkodás szeretete is hangzott el a záró rendezvényen. 200 nap, 200 vers, 59 egyéni versmondó, 17 iskola, 5 felnőtt szavaló és 3 osztály csoportosan vágott bele abba, hogy felüsse a Petőfi kötetet, vagy felelevenítse az iskolában tanultakat. A program, mely mögött anyagi forrás nem volt biztosítva, támogatókra lelt. Ilyen volt az első nyíregyházi Lions Club, a Rotary Club, a Kálai Gyűjtemény és a Nyíregyházi Állatpark, továbbá Magyarország ungvári főkonzulátusa.